Szerintem sok olyan fiatal van, aki nagyon magányos, ami ugye a szociális médiákból is adódóan, mert a valóságból egyszerűen kiragad minket, és nem tudunk a mának élni. Középiskolásokat foglalkoztató program, maga a neve is egy kicsit ilyen szlengesen változott, aminek célja, hogy ilyen kötetlenül foglalkozunk az aktuális őket érintő problémákról, elakadásról, nehézségekről. Ez általában úgy működik, hogy havonta találkozunk 2-3 alkalommal, és mindig egy adott problémára építjük fel a programot. Ez lehet, úgy is indulhat, hogy ők behoznak egy konkrét programot, vagy egy konkrét problémát, vagy pedig én készülök az őket érintő elakadásos területen. Azt tudom mondani, hogy ez nagyon működőképes, nagyon szeretik, nagyon szeretnek ide járni, mert még talán nem is volt egyetlen egy olyan foglalkozás sem, ahol nem lett volna egy konkrét behozott probléma. Mennyire nyitottak a gyerekek, hogy beszéljenek az érzéseikről? Meglepően nagyon nyitottak a gyerekek. Ezt tapasztalom már az óra folyamán is, hogy ott is megéreztem azt a fajta megnyilvánulást, hogy szeretnének beszélgetni. Szeretnék, hogyha ezeket az őket érintő problémákat jobban, mélyebben, behatóbban átvizsgálnánk. Jobban esik is számukra, hogyha egy adott csoporton belül orvosoljuk ezt, mert hatékonyabban tudnak így együttműködni, hatékonyabban találják meg a kérdéseikre a választ. Nem feszélyezettek? Mert hogy a gyakorlat meg azt mutatja, hogy nem nagyon szeretnek az emberek beszélni az érzéseikről, főleg a kamaszok. Nagyon őszintén és nagyon nyíltan tudnak megnyilvánni. Ez számomra is kezdve meglepő volt, és akkor először szembesültem vele, akkor döntöttem el, hogy akkor létesítek számukra egy ilyen lehetőséget, ahol meg tudnak nyílni, és ahol egy kicsit előrébb tudnak jutni a problémáikkal. Most már jó pár foglalkozás után vagytok. Hogy látod, mi a gyökere az ő problémáiknak? Hát az a klisé, ugye, hogy a mai felgyorsult világban nincs semmire idő. Nekik nincs, saját magukra sincs idejük. Nem tudják a dolgokat magukban úgy véghez vinni, hogy ez egyfajta eredményhez jusson, és hogyha van számukra lehetőség egy ilyen foglalkozás, akkor talán még az is előtérbe kerül, amit magukban eddig elrejtenek, vagy elrejtettek. Mi a célod neked ezekkel a foglalkozásokkal? Ugye ez a Mizu van egyfajta ilyen prevenciós programként is működik. Önelfogadás, az önfejlesztés területén is előrébb jussanak, ami későbbiek folyamán nekik az élethez nagyon fog kelleni. Akár a továbbtanulás, akár az életterületen való kiállás szempontjából, tehát ez mind pluszt adna nekik. Ma ugye a social media felületeken azt látjuk, hogy a mai kamaszok nagyon-nagyon céltudatosak, öntudatosak, nagyon biztosak magukban. Így van ez a valóságban is? Kifelé ez a látszat, igen, de belül azért elég elveszett terület ez. Nem mindenkinél, de pontosan azért jó például egy ilyen vegyes csoport is, ahol egymást erősítik, és kihozzák egymásból a maximumot, és tudnak segíteni. És mert csoportnak a megtartó ereje az mindig egy picit többet ad. Mi volt számodra eddig a legnagyobb visszaigazolás? Az, hogy ez úgy terjed szájról szájra, hogy van egy ilyen lehetőség, és minél többen próbálnak csatlakozni, vagy legalábbis már rákérdeznek, hogy már ez is haladás, rákérdeznek, hogy mi történik ott, mert azért még azért tényleg úgy félve indulnak neki, de utána, mikor megjelennek, akkor érdekes módon már az újak is hoznak be egy aktuális problémát, őket foglalkoztató problémát. Milyen problémákat hoznak be a gyerekek? Társadalmi szinten egyrészt kapcsolódási problémákat, elfogadással, megfelelési problémák, azok, amik előtérbe kerülnek, leválási problémák, és mindaz, ami ezzel jár, hogy hogyan tudják ezt beéleszteni a napi rutinjukba.
Jó, ki kezdi, önkéntes? Gondoltam, gyere! Mi miatt érezted úgy, hogy bekapcsolódnál ebbe a programba? Gondolom, hogy most már így kamaszkorba, úgymond, több problémánk van, és ezt így nem tudjuk például a szüleinkkel, meg a barátainkkal megbeszélni, hogy jó, hogy van egy ilyen forrás, úgymond, amiben ezt be tudjuk hozni, mint téma, és akkor nem kell mellé ez a személyeskedés, hanem totál közvetlenül meg tudjuk ezt beszélni a tanárnővel, szóval én ennek nagyon örülök. Szerinted mi az, ami miatt a barátokkal és a szülőkkel kevésbé tudjátok megbeszélni ezeket a problémákat? Hát szerintem a fő probléma az igazából a bizalom, ezt főleg a szülőkre tudom alkalmazni. Hiába úgymond jó kapcsolatom van a szüleimmel, nem értik meg az összes olyan problémát, ami most, hogy mostani kamasz vagyok, ami ezzel jön, ugye? Mert ők totál más világba éltek, úgyhogy a barátaimmal meg főként azért, mert ha több baráti közösségem van, és akkor mindenkivel megvan, hogy miről beszélünk. Mi az, amit ad neked ez a program? Hát ez a közvetlenség, hogy attól függetlenül, hogy iskolába vagyunk, igazából ez a nagyon baráti közösség, meg szféra a tanárnővel, amit így nem igazán értem meg még eddig a tanáraimmal. Milyen érzéssel jössz ide? Sokkal nyugodtabb. Igazából mindig várom, amikor van. Igaz, hogy azt sajnálom, hogy ritkán van, de amikor van, akkor mindig várom, hogy milyen lesz a következő téma, amit behozunk. És milyen érzésekkel távozol? A témától függően igazából eddig mindig olyan megnyugodva, meg olyan idézőjelbe fölvilágosítva mentem el innen, és igazából boldogan, hogy van, ahol ezt ki tudom adni magamból, amit így másra nem nagyon tudok megbeszélni. Ezeket a témákat, amiket rendszerint fölhoztok ezeken a foglalkozásokon, te még otthon tovább gondolod, emészted magadban, dolgozol velük? Van, amikor még a körön belüli emberekkel is szoktunk utána róla beszélni, vagy esetleg, ha valami érdekel, úgy olyan szinten, akkor utána nézek online, vagy a szüleimmel is van, hogy megbeszélem. Szerinted a te korosztályodnak mik a legnagyobb problémái manapság? Hát ez a nem értés igazából a szülők feléről, meg ez a magányosságot tudnám én is igazából felhozni. Ez a minél jobban belgondolok, annál inkább ez a kirekesztés, meg ez a, tényleg ez a szeparáció ilyen csoportokon belül, úgyhogy... És hogy érzed, a ti részetekről van, vagy lenne megértés a szüleitek irányába? Igazából én személy szerint én ilyen nagyon nyitott ember vagyok, úgyhogy velem tényleg el lehet akármiről beszélgetni, és próbálom mindenkinek az oldalát respektálni, szóval személy szerint nekem van igen megértés az, hogy a többiekkel az igazából a szülővel való kapcsolatom függ. Hogyan tudnád biztatni a diáktársaidat arra, hogy járjanak ilyen vagy hasonló körökre, programokra? Hát igazából tényleg megint ezt a baráti szférát tudnám rá fölhozni, hogy iskolán kívül is ugyanúgy a tanárokkal is ez a kapcsolatépítés, meg a társaiddal, és teljesen közvetlen az atmoszféra, szóval nem van az, hogy szégyenlik elleni magad, mert tényleg minden érzelmet kiadhatunk magunkból. Hogy gondolod, miért fontosak az ilyen jellegű foglalkozások, mint a Mizuban projekt? Egy pszichológushoz. Én úgy mondanám, hogy ehhez tudnám hasonlítani, hogy csak sokkal közvetlenebb környezetben, és a gyerekek ezt szerintem mi is ezt közvetlenebbnek érezzük, és kinyilváníthatjuk magunkat ilyen téren is, amiket például meg kell beszélni ilyen dolgokat, mert ezeket vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk kimondani, és ez erre segít, hogy ezeket tudjuk magunkban, meg tudjuk, át tudjuk dolgozni, és ki tudjuk mondani a gondolatainkat, össze tudjuk szedni, össze tudjuk kaparni, hogy mégis mi a problémánk, és ezt ki tudjuk mondani, és esetlegesen erre egy segítséget nyújtanak nekünk, vagy magunkban is fel tudjuk fogni, hogy mit is kéne csinálnunk, hogy jobbá tegyük ezeket a problémákat. Ha jól érzem, akkor neked az okozza a legnagyobb problémát, hogy azonosítsd az érzéseidet? Igen, ez egy nehéz, szerintem ez a legnehezebb rész az egésznek, hogy egyszerűen felismerjük a problémáinkat, megismerjük, hogy mégis miben rejlik az a dolog, ami miatt például rosszabbul vagyunk, amiatt nem érezzük magunkat jól a mindennapokban. És ezt kell felismernünk, ez az első része a probléma megoldásnak, hogy a problémát megismerjük, és csak aztán lehet elkezdeni azon gondolkodni, hogy hogyan
miként. Hogy érzed, mit adott neked ez a program? Mennyivel tudod másként élni a mindennapjaidat? Egyre közelebb kerülök magamhoz is, hogy így mondjam, és sokkal jobban, ahogy másokat is hallok, hogy ők hogyan látják a dolgot, ők hogyan állnak hozzá ezekhez a dolgokhoz, ezt ebből is tudok venni úgymond inspirációt, hogy én nekem lehet, hogy hogyan kéne néznem, hogyan kéne hozzáállnom a dolgokhoz. És igazából egyelőre azt mondom, hogy ez a legnagyobb dolog, amit adott. Szerinted a te korosztályod manapság milyen problémákkal küzd leginkább? Én a magányosságot ide tudnám mondani, mivel szerintem sok olyan fiatal van, aki nagyon magányos, ami ugye a szociális médiákból is adódóan, mert a valóságból egyszerűen kiragad minket, és nem tudunk a mának élni. Szerintem ez az egyik legnagyobb.